Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk, Karcagváros polgármestere, Dobos László úr, szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok, köszöntöm önt is, és a kedves televízió nézőket is. Hát polgármester úr, a mai interjúnk apropója az, hogy a múlt hétvégén megjelent a városban egy szórólap, és szerintem az egész város, aki ezt elolvasta, meglepődve tapasztalta, meglepődve olvasta el az úgynevezett vezércikket ebben a szórólapban. Felhördült a város polgármester úr nyilatkozatán, ki és mikor készítette önnel ezt az interjút. Nyomatékosan szeretném kijelenteni, hogy soha senki nem kért fel ettől a szórólaptól engem nyilatkozattételre. Ha felkért volna, sem álltam volna velük szóba, megmondom őszintén, és mélységesen felháborít, hogy egy állinterjúval indították az első oldalt ezen a nyomtatványon. Szeretném leszögezni, hogy minden, amit leírtak, az az ő saját gondolatuk. Meggyőződésem, hogy ez egy hazugság, amit itt megjelentettek. Tehát akkor ez egy állinterjú, ez akkor tudatosul az emberben, amikor gyakorlatilag végigolvassa ezt a hosszú-hosszú mély interjút, amit állítólag önnel készítettek. Mit gondol, polgármester úr, hogy aki nem olvassa végig ezt az interjút, annak az mit lát ebből az egészből? Hát az az igazság, hogy ez a politikai boszorkány konyhának már egy olyan csimboraszója, amit nagyon nehéz felülmúlni. Tehát ez a vég, ez a mélység, ez már alulmúlhatatlan, ami itt ebben a szerkesztőségben folyik. Hiszen valóban arra appellálnak, hogy egy állinterjúval olyan dolgokat mondassanak ki valakivel, ami természetesen nem igaz, és majd csak a végére írják azt a részt, hogy ez egy tréfa volt. Most én úgy gondolom, hogy ilyen dolgokkal semmiképpen nem szabad tréfálkozni. Karcag közeletében példanélküli, hogy erre vetemedett volna valaki, de szemmeggyőződésem, hogy az országban sem nagyon lehet hasonló példát találni erre. Hogy mi motiválhatta a szerkesztőket, nehéz kideríteni. Egy biztos, hogy nagy valószínűséggel a politikai haszonszerzés az, ami erre ösztökélte őket. Ez egy nagyon-nagyon veszedelmes történet, hiszen adott esetben mi lenne, hogyha valakiről állítanák, hogy anyagyilkos, gyermekgyilkos, és a cikk végére firkantanák oda, hogy ez mind csak egy áprilisi tréfa. De hát az igazság szabaddá tesz. Hát én úgy gondolom, hogy a szórólapnak a szlogenje az nem igazán passzol az írományukhoz, hiszen valóban azt található hosszú idők óta a szlogenben, hogy az igazság szabaddá tesz. Érdekes módon a utolsó bekezdésben pedig azt írják le, hogy a fentebb leírtakból egy szó sem igaz. Nehezen tudom összeegyeztetni a két dolgot. Ez a szórólap, ez az íromány, ez gyakorlatilag nagyon sok háztartásba eljut a városba. Ugye vannak olyan emberek, akik ezt olvasás nélkül azonnal a kukába dobják, vannak, akik esetleg átlapozzák, elolvassák a címeket, biztosan vannak olyanok is, akik végigfutják vagy elolvassák. Kapott-e, polgármester úr, bármiféle visszajelzést, megkeresést a város lakói részéről ezzel a cikkel kapcsolatban? Hát igen, ahogy az imént is említettem, és újfent mondom, az egyik legveszedelmesebb dolog az, hogy az embereknek a jó része nem olvassa végig a cikkeket. És tulajdonképpen a szerkesztők erre appelláltak. Ez volt a bújtatott szándékuk, hogy manipulálják az embereket, rossz színbe tüntessenek föl engem, és rajtam keresztül azokat a polgárokat, embereket, lakosokat, akik hasonló értékrendet vallanak, mint én. Igen, találkoztam természetesen nagyon sok emberrel, aki olvasta ezt a cikket, és a legtöbb ember mélységesen felháborodott ezen a cikken, hiszen minden józan ítélőképességű ember beláthatja, hogy ez nem játék. És tessenek elképzelni egy olyan szituációt, amikor esetleg egy cikkben valakik egy katasztrófa helyzetre hívják fel a figyelmet. A polgármesternek kutya kötelessége bizonyos esetekben az embereket riasztani, ezt
az emberek komolyan veszik, és akkor a cikk végére odaírják, hogy ebből semmi nem igaz. Tehát ez nem olyan dolog, amivel komoly ember játszhatna, de ezzel semmiképpen nem lehet komolytalankodni. Ebben a karcagi képviselőtestületben már nagyon-nagyon sok nehéz fajsúlyú, időzőjelben mondom, nehéz fajsúlyú politikus, helyi politikus foglalt helyet. Mindig voltak kemény politikai csatározások, ennek ellenére erre a szintre még senki nem jutott el. Erre a nagyon-nagyon mély szintre. A cikknek a címe gyakorlatilag, ugye, mintha öntől idéznének, szeretném, ha a következő birkafőző fesztivált a Magyar Gárda biztosítaná. Ön szerint kiktől szeretnék a Magyar Gárdával megvédetni ezt a rendezvényt? Hát én gondolom, hogy lesz lehetőség arra, hogy őket is meg lehessen kérdezni. Még egyszer mondom, ez mind olyan gondolat, ami az ő fejükből pattan ki, nekem ehhez semmi közöm. Én úgy gondolom, hogy senkitől sem kell egy birkafőző fesztivált megvédeni, ott a rend fenntartása a feladat, de erre megvannak azok a szakemberek, akik évek óta ezt kiválóan csinálják, akiknek meg voltunk elégedve eddig a munkájukkal, és tulajdonképpen semmi atrocitás nem is történt. Nem gondolom azt, hogy egy párt katonai szervezetének kellene egy városi rendezvényt biztosítania. Polgármester úr, megjelent ez a szórólap, megjelent ez a mély interjú, lesz ennek valamiféle következménye? Én úgy gondolom, hogy sok következménye lesz. Biztos vagyok abban, hogy az emberek, a józanul gondolkodó embereknek a jó része mélységesen elítéli ezt a gyakorlatilag minden mondatában hazug vezércikket, de a többi cikkről sem tudok egyebet állítani, csak azt, hogy tele van csúsztatással, hamisítással, ferdítéssel. Olyan idézeteket lehet találni, aminek a végét lehagyják, és ezzel manipulálják tulajdonképpen az embereket. Az egyik következmény az lehet, hogy azok az emberek, akik nem vevők az ilyen írásokra, elfordulnak azoktól, akik ezt a lapot terjesztik, akik kitalálják, akik szerkesztik. És természetesen egyéb más következménye is lesz, a lépéseket meg fogom tenni. Mi pedig erről majd be fogunk számolni, polgármester úr, a kedves televízió nézőknek. Én el szeretném még önöknek azt mondani, kedves nézőink, hogy adásunk felvételéig nem sikerült elérnünk ennek a szórólapnak a szerkesztőségét, a megadott telefonszámukon a hívásainkat nem vették fel. Szerettük volna őket is megkérdezni erről a cikkről, illetve ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.